A koronavírus új változata nagyjából egy hónapja jelent meg Kínában, de csak az elmúlt napokban kezdte tucatszámra szedni a halálos áldozatokat, azóta már több mint 100-an haltak bele. A betegség már több más országban is fertőzött, Európában eddig Francia és Németországban tudták emberben azonosítani, bár a vírus gyorsan terjed, sokan mégsem félnek tőle. Mi nem félünk tőle. Amúgy is oltva vagyunk influenza ellen, úgyhogy nem félünk tőle. Mit gondol, el tud jönni magyarországi? Komoly gond lesz ez itt? Én nem hiszem, hogy ide ér. Nem gondolnám. Miért gondolja? Azért már nagyon sokan belehaltak. Itt van már Németországban. Hát az emberek csak vigyáznak, hát védekeznek ellene, ahogy tudnak. Védekezni pedig tényleg sokféleképpen próbálnak az emberek. A vírus gócpontjának számító Kínában szinte már mindenki szájmaszkot hord, és egyre többen tesznek ugyanígy Európában is. Sok ország eközben már felfüggesztette a Kínába induló utazásokat és a repülőjáratokat. Eközben a legfertőzöttebb kínai tartományból kedden éjjel éppen repülővel szállították haza az ott tartózkodó 8 magyar állampolgárt. A pilótát Magyarországon lázzal szállították kórházba, az utasokat viszont egy rövid vizsgálat után hazaengedték. Ez nem mindenkit nyugtat meg. Annyi utazó van, úgy, ahogy a bogarak meg mindent elhozzák, ugyanúgy még a koronavírus is eljöhet egy-egy beteggel, de hát nem félünk azért, megijedve még nem vagyunk. Ternek Gábor professzor, a fertőző betegségek nemzetközi hírű szaktekintélye azt mondja, a koronavírusnak nincsenek különleges tünetei, nagyjából az influenzához hasonló panaszokat produkál. A két betegség közötti különbség abban rejlik, hogy a koronavírusba sokkal nagyobb arányba halnak bele az emberek, mert egyelőre nincs rá gyógymód. Tüneti kezelést tudnak egyelőre nyújtani, nincsen specifikus kezelés, ez jelent bizonyos veszélyt. A szakértő szerint egyelőre Magyarországon nincs ok félni a betegségtől, és elég olyan egyszerű dolgokra figyelni, mint a rendszeres és alapos kézmosás. Egyszerű dolgokkal lehet védekezni. Először is nem kell pánikolni, mert még ilyen eset nem fordult elő, hogy az országba behozták volna. Az egészségügy fel van készülve ilyen esetekre. Úgy az egyszerű megelőzés a személyhigiénia betartása. Ha netán felbukkan valami környezetben ez a dolog, ugyanúgy szájmaszk, kézmosás, ilyeneket kell. Tehát most nem kell semmit csinálni. A most megjelent koronavírus fajtáról egyébként azt mondják, hogy a megbetegedett embereknek nagyjából 15%-a hal bele a fertőzésbe.